Szervusztok! Jó rég nem dumáltunk, de gondoltam bejelentkezem. A mai vlog egy el se hiszem megtörténik vlog. Katlan, ördög Katlan, nem a kocsma, nem a söröző, no. Tehát megtörténik a megtörténhetetlen. Az a tervem, hogy ilyen kis Hall of Fame, ilyen Best of Katlant csinálok nektek a vlog videó kapcsán. Szóval akkor bepakolás. Let's go, Tesco. Megvan a füzet. Világjegy, itt vagyunk Nagyharsányba. Apa kezdődik. Nulladik napban még nincs semmi, még fel sem állt az árokpart, még hesszelgetnek az emberek. Ilyenkor csak az alkotók jönnek, és ilyen tőzsgyökeres katlaniak, akik már a nulladik nap már becsűrnek, és szépen egy borospincében jóféle borokat hisznak, helyi borokat. És holnaptól kezdődik a buli, már láttunk egy balesetet, úgyhogy vigyázzatok magatokra, ezt mindjárt átnyálazom, és kezdődhet. A pihi! Kijöttünk ide a Villián teraszra, most építik, egy korty innivalót se adnak, cserébe a látvány az eléggé frankó. Itt pedig Dr. Máriás kiállítása látható. Ehhez is értek. Csodálatos. Szerintem fantasztikus. Az utolsó vacsora a járvány megállítása előtt. Itt van minden csávókánk, az összes. Jój! Lipke! Ne fogd meg, Ondi! Nem szabad. Úgy van. Jaj, tudom. Jaj, megszületett a magyar királyi dinasztia. Jaj, mennek nyaralni a hajóval. Ti adtok. Cecilia Ford President, ez no comment. Ez sajnos nagyon vicces. És akkor ilyenek. Látjátok? Senkit nem kímélnek. Egyik oldalt se. Ez Karácsonygeri, Karigeri. Ott pedig a Thunberg, Zuckerberg, Gates. Ki ott van még? Ja, a Gyuri, Soros. Ők pedig kinyírják a kommunizmust. A kapitalizmus kinyírja a kommunizmust. Kafka és Kafkáné. Gyurcsi. Jaj, ez nagyon jó. Györfi Pál megtanítja az alapos készmosás portényére Lady Gagát. Majd táncra fertül vele. Ez nagyon jó. Akkor mindenkinek egészségére az első házmester. Az meg. És nem tudom, mit válaszolt, hogy igen volt. Nem én káromkodtam. Mire gondolod? A költő, ugye? Azt, hogy nem jön az autóban. Délután hány óra van? 3:43. Ahhoz képest ilyen katlan idő szerint eléggé későn kezdtünk. Általában ilyen 11 délbe szoktuk meginni az első fröccsünket. De most ez elég finom. Helyreállt a világ békéje. Lassan itt lesz egy főpróba, amit meg tudunk tekinteni. Te hallod őket? Persze, kabócák. Hülye. Küldöm nektek szeretettel a mokos pincészetet. Hogy.
A mai napot főleg villanykövesden fogom tölteni. Nézőművészetisekkel jöttem, ők most kicsibácsi kicsinéniznek. Én azt már láttam, és most szerintem nem is tudtam volna beférni, pedig azt nagyon sokszor meg tudnám nézni azt az előadást. Úgyhogy átmegyek villanykövesre, hát ha ott beférek valami előadásra, és ha nem, akkor se kell csüggedni, ugyanis remek, prima, kiváló pincék vannak. Van nálam könyv, van nálam iromány, és ott a Ferenczi Gyuri koncertig én el leszek. Nem nagyon jön semmi busz, úgyhogy a jó öreg stoppolás van most jelenleg. Óránként jár. Idén most egy picit minden kicsit ritkásabb, és akkor itt végig stoppolunk. De felveszik az embert egy-két órán belül, vicceltem. És van az úgy, hogy nem félsz be sehova. Ilyenkor leülsz egy fröccs mellé. Egy kis pincészethez írsz, olvasol és várod a progit. Közben meg így van egy ilyen kis feeling. Sorbanállás. Sorbanállás minden katonoknak a lételeme. Majd oda akarunk bejutni. Aha. Erre a koncertre másfél-két évet vártam! Élőzök persze! Se napám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szentedő, se csókom, se szerető. Harmadnapja nem eszem, se sokat, se keveset, 20 esztendő hatalom, 20 esztendő bánalom. Egyik legfurcsább életemben, mert bemegyek balra a konyhába, indokolatlan 25-en 268-an cigarettáznak egyszerre egy ilyen 5 négyzetméteres helységbe a hűtő mellett, ugye mindig a konyhában van a legjobb buli, mínusz 12 fok van kint is, ki van nyitva az ablak, de hát ez nem zavar senkit se, és kitalálunk a hűtő mögött egy élénk, mély beszélgetésbe merülve Petőfi Sándort és James Brown. Hátus! Ezt a kis almafát Lénárt Katának ültették, aki most télen nagyon hamar elment. Istenem. Ez a kis almafa itt áll Beremenden, ma ültették, itt volt a család.
Please make some noise for this beautiful festival. For all the beautiful people of the world, we give some love in this festival. Na ezért nem lehet vlogolni mások előtt. Hát tökre zavarba jöttem, ahogy így rám nézett, hogy és így villámlott. Én csak annyit akartam mondani, hogy aki ilyen legény, az nappal leány. Ennyit szeretnék ehhez hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Hát ennyire sikerült közel menni hozzá. De végül is halljuk. Ez kíséri még egy pályámat, a könyveimben is ezt próbálom, ezt a rózsafüzért és a műfogsort coffát összefonni. Szellem és a szerelem. Rövid, most már túl vagyunk az időn, mi? Még egy pici van. Gazdit kínzott, elcsípték. Gazdit kínzó kutyát kaptak el festett lőrinccel. A cinikus retriever arra kényszerítette gazdáját, hogy naponta 6-szor esőben, szélben és sárban a koszos utcákon sétáltassa, drága táppal etesse, labdáját a legmesszibb, legszúrósabb bokrok alól is erőszedje. Az áldozat jobban van, aranyhalat szeretne. Félreértés. Jó napot kívánok, szép jó napot! Egy kafé lattét, 2 rigójancsit, egy csokis brownit és 3 somlói galuskát szeretnék kérni. Elnézést, de ez itt egy koncentrációs tábor. Én vagyok az őr, ön pedig az egyik rab. Hogy érti ezt? Úgy, hogy ön nem sokára eltűnik hirtelen, mint erdőben a vadnyom, ha szabad így fogalmaznom. Vagyis nyom nélkül megsemmisítjük. Akkor talán én érthettem félre valamit. Az ilyesmi előfordul. Elnézést kérek, nagyon zsos tellem. Ugyan? Nem tesz semmit. Csodával határos módon befértünk a tornaterembe. Meg fogunk nézni Adi verseket. Nem. Adi novellák, cimbalomszóra, gyerekkori érzések. Szia, Kata! És hogy érezzük magunkat? Hogy érezzük magunkat? Izgatottak vagyunk? Semmi nem fog ebből hallatszódni, csak mondom. De... behoztam bort! De, Anna, nem, én szeretnék hozni neked valamit az igényt. Nem, én meghívlak most egy zéró kolára. Itt van a vega menünk, természetesen viceházmesterrel. Ez valami fantasztikus. Ez a kalbász azért kiváló, mert Kisharsányba, a kocsmába csinálják, és idén Kisharsány nem szerepel a programba, úgyhogy át kellett ezért a kolbászért menni Villánykövesre. Várja, valamikor mindjárt. Köszönöm. Éppen meg volt a reggeli, már kolbászolunk. Ennyire finom. A Villánykövesdi toj-toj. Ilyenkor érzed azt, hogy minden fűre rálépnél, nem? Halleluja! Hát van itt egy ilyen mézes talács, és így ki lehet ilyeneket rakni.
Például, hogy ez ide illik? Nem. Ide illik? Nem. Ide illik? Nem, a francos embere. Hova illik? Ide már voltam? Na jó, beleerőszakoltam, ügyes vagy. Ott a, de ott a lenti, jaj, ide néz, ott a tulipánnak a popókája. Jó, na, ezt csináltuk az Annával, mézes kalács szívecskét, villanykövesden. Juhú! Katlan zárásaként pedig egy jó kis füge bokorlegelés. Egészen nem nőtt meg nagyra. Nem. Cserébe így behajolsz, és már ott is van. Idén is megtiszteltük Baranyát, jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Hogyha azt a jelet látod, mint egy ilyen kis füge, akkor ott fel tudsz iratkozni Maricska Hucóka csatornára, ott mellettem egy másik videót kínálok nektek. Legyen nagyon szép napotok, hetetek. Fú! Mennyi fügét fogok enni, te jó szagú úristen. Sziasztok!